Williams Televízió. Október végén Halloween party, most decemberben pedig már a Jézuska járat megszervezésében jeleskednek a Humán Szolgáltató Központ munkatársai. Támogatásokkal 120 rászoruló gyermek vehet majd át ajándékokat. Az idén volt először egy ilyen hagyományteremtő program, amelynek keretében különféle nagyon kedves meglepetéseket készítettek a gyerekek, és azt kell mondanom, nagyon jól sikerült. Több mint 60 gyermek eljött a közösségi központban tartott kis partira, kicsik és nagyok is, és érdekes módon még a kamasz gyerekek is nagyon élvezték, mert úgy gondoltuk, hogy karácsonyra nagyon sok kézműves program és egyéb műsor szerveződik, és mi egy kicsit ezzel is ráhangolódtunk, egy kicsit előbb, kicsit máshogy. De természetesen az ünnepekre nem csak így készültünk, hanem a karácsony nálunk egyet jelent a hideggel, a meleg ruha hiányával, úgyhogy már sokkal előbb elkezdtük gyűjteni ezeket a ruhákat, játékokat, adományokat, és sorban folyamatosan a rászoruló családoknak ezt kiosztottuk. És most már pedig az advent időszakát éljük, és ha jól tudom, akkor önök is kemény szervező munkával bekapcsolódtak a Jézuska járat programsorozatba. Ez mit jelent pontosan? A Jézuska járat is egy nagyon különleges idei ajándék, úgyhogy polgármester asszony segítségével hozzájutottunk ehhez a lehetőséghez, hogy azon ritka kiválasztott városok közé tartozunk, ahol ez működik, és mi kaptuk azt a feladatot, hogy kiválasztuk azt a 120 gyereket, akiről mi biztosan tudjuk, hogy karácsonykor nem valószínű, hogy ajándékot kap. És mivel ez nagyon fontos, ennek a karácsonynak a gyerekek szempontjából mindenképp az ajándék is a leglényegesebb elemek közé tartozik, ezért örömmel csatlakoztunk, és az óvodáinkban az óvónők segítettek abban, hogy kiválasztjuk a legrászorultabb gyerekeket, illetve a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat ügyfélkörébe tartozó gyerekek közül került ki ez a 120 gyermek, akik közül még van egy nagyon kevés, akiknek nincs ajándék, úgyhogy a www.jezuskajarat.hu oldalra fel lehet menni, és az ülői gyerekek közül még lehet választani. És ha lehet nekem is egy kívánságom, akkor az lenne, hogy örüljünk együtt annak, hogy idén most 120 gyermek kaphat ajándékot, és valóban különleges, valóban olyan ajándékot, amire ők vágynak, és már nagyon izgatottan várjuk az ünnepséget, amikor ezt megkaphatják valamennyien. Ajándéknak az a lényeg, hogy meglepetés legyen, kisebb-nagyobb ajándékokról van szó, ha jól tudom, mégis mit lehet tudni előzetesen ezekről az ajándékokról? Hát nagyon, nagyon széles a skála, hisz valóban vannak olyan gyerekek, akik nyilván nagyobbak számítógépre, de akár egy csinos kabátra vágytak, de a kisebbeknél, ami a legszívmelengetőbb, amikor egy kisgyerek azt írta, hogy sárga labdát szeretnek kicsit és nagyot, hogy ez nagyon megható, és nyilván abban a csomagban lesz más is, de akit én választottam, ő például egy Barbie babára vágyott, természetesen már ott van az ajándékok között, a fiam pedig úgy gondolta, hogy ő egy fiús ajándékot választ, és egy Lego készletet, de nagyon széles az ajándékok skálája. Tényleg érdemes megnézni már csak azért is, hogy mennyire másra vágynak a gyermekek. De én azt gondolom, hogy ez teljesen normális, hogy még egy kisgyerek csokira vagy labdára vágyik, a nagyobbaknak magasabb, nagyobb igényeik vannak, de nekik ez fontos. És ha megtehetjük, hogy ezt megszerezzük, akkor mindenképp érdemes ebben a programban részt venni. Williams Televízió.